Itt látszik, hogy valamit csinálunk, valami értéket teremtünk, de hát ez nem csak az, hogy egy szemetet arra és seprek is kész, hanem itt van eredmény, van látszatja. Még tart a munka az uborka ültetvényen, a betakarítás végén járnak a dolgozók. Újfehértón idén újszerű közmunkaprogram kezdődött. A közfoglalkoztatottak kordonos uborkát neveltek, az ültetést márciusban kezdték. A legtöbben szívesen vesznek részt a munkában, amely bár sokszor megerőltető, de hasznos is. Az ültetéssel kezdődött, aztán gyomlálás, kapálás, hálókihúzás, dolgkifeszítés, ami ezzel járt, aztán főleg a permetezés utóbbi időben. Hetente kétszer is, aztán hetente háromszor szedjük. Megvan a programunk vele, nem unatkozunk, hál' Istennek, de nagyon jó, hogy jövünk a lasszonyokkal is, meg a kollégával is. Ez nagyon jó munka. A közmunkaprogram, ahogy a térség más településein, Újfehértón is sikeres. A település vezetője szerint a mezőgazdasági munka nem csak értékteremtő, de hosszú távon jövedelmező is. Hozzátette, az itt megtermelt zöldségből származó pénzt újabb programok finanszírozásához használják fel, amelyen nem csak több tucat embernek tudnak munkát teremteni, hanem közvetve számos embernek segíthetnek. A közfoglalkoztatás bár más formában a továbbiakban is folytatódik Újfehértón. Újfehértó életében eddig még nem volt példa arra, hogy a közfoglalkoztatás keretében értékteremtő közmunkaprogram valósuljon meg. Ezt az idei évben mi megtettük, és 700 méteren kordonos uborkát termeltünk, amelynek nyugodtan mondhatom, hogy nagyon jól sikerült, csodájára jártak az ültetvényünknek, hisz olyan rendkívüli időjárási körülmények voltak, hogy erősen intenzíven tudott a uborka teremni, és ezen felbuzdulva jövő évtől szeretnénk újabb területeket bevonni. Sajnos az önkormányzatnak nem sok területe van, de kaptam már felajánlást idősebb hölgyektől, néniktől, egyedülálló asszonyoktól, akiknek ez gondot jelent, hogy a kertjüket művelték, és szívesen felajánlják az önkormányzatnak. Ezzel élni fogunk, és további mezőgazdasági termékeket fogunk jövő évtől termelni. Újfehértón a közfoglalkoztatásban összesen 130-an vesznek részt, a legtöbben tartós munkanélküliek. Fő tevékenységüket a település közterületeinek rendben tartása jelenti, és emellett a pandémia ideje alatt a fertőtlenítés a legfontosabb feladatuk.